Hello videó! Most éppen itt vagyunk Újpest központnál, és a mai programunk az lesz, hogy bejárjuk a 3-as metró vonalát, mivel hogy föl van újítva, és ez ilyen nagyon jó ötlet, hogy elbújjunk a nap elől, meg ilyesmi. Videó. Most éppen itt vagyunk a Deák Ferenc téri metró megállóban, és ez itt, ezt nem tudom, hogy milyen mélyen van, de ez a falból megállapítva, ez is mély vezetésű, vagyis olyan 20 méter mélyen lehetünk, és itt látható ilyen portugálról magyarra fordított, és magyarról portugálra fordított költeményeknek a részletei, ez így díszíti a megállót. És itt látható még a falon, hogyha följebb nézünk, hogy át lehet szállni a 2-es metróra, meg az 1-es metróra, ami ez volt az egyetlen csomópont, még régen, 1900-as években, ez volt az egyetlen csomópont. De most már van még egy csomó pontja a 3-as metrónak, a Calvin téren, a 4-es metróval. És három kijárata van ennek a megállónak. Egy kivezet a felszínre teljesen, a másik kettő meg levezet a 2-es metróhoz, meg az 1-eshez. Itt egyébként egy lift látható. A Star Wars lift. Itt a, igen, és itt a Star Wars lift, igen, tényleg. És még ennek egy olyan érdekessége van, hogy itt valahol itt van, amit nem veszünk észre, van egy kitérő vágány, remélem, hogy nem vesztettük el, van itt egy kitérő vágány, ahol át lehet térni a 2-es metróra, ami azért elég menő szerintem. De nincs olyan, hogy menetrend szerint átmegy a metró a 2-es vonalra, de azért jól hangzik. Hello videó! Hello videó! Most éppen itt vagyunk a Deák Ferenc téren, és itt látható egy rajongói filmből, ez a Star Warsnak készül egy rajongói filmje, amit majd bemutatnak, nem tudom, hogy mikor, és itt volt egy ilyen jelenet, ahogy így jön a Darth Vader, és akkor ez ilyen menő. Mert tökre olyan Star Wars-os beütése van, és nem látszik, hogy ez egy metróban van forgatva. És egy 5 órán át lehet forgatni, ami elég durva. Úgyhogy ez az érdekessége. Hello videó! Most éppen itt vagyunk a Ferenciek terén, és ez a megálló, ez középperonos és ötalagutas, és 27,7 méter mélyen vagyunk, ezért mélyfúrású, vagyis fúrópajzsak fúrták. És itt nekem van egy személyes emlékem, hogy amikor mentünk a fűvészkertbe, akkor itt szálltunk fel a metróra. Akkor utaztam először az új metrón, itt a Ferenciek tere, és a
Calvin tér között. Hogy ez. Ja, jó. Hello videó! Hello videó, most éppen itt vagyunk a Calvin téri metró megállóban, itt látható vagyunk. És abban ez a legérdekesebb, ez a megálló, hogy ez a legmélyebb pontja az észak-déli részén ennek a metróvonalnak. 28,73 méter mélyen vagyunk, ami nagyon mélyen vagyunk szerintem, majdnem 30 méter, ami azért jó pár emelet. 10 emelet. Igen, és mivel hogy ez, mi ilyen mélyen vagyunk, ezért mélyvájásos, és itt úgy tervezték már a 70-es években is, hogy itt ez egy csomópont lesz, ahol jön a 4-es metró és az 5-ös metró, ami sohasem épült meg. Még nem épült meg soha. De a 4-es metrót úgy tervezték, hogy a 3-as metró alatt megy el, de, és az 5-ös metró meg fölöttünk megy el, de közben úgy megy a 4-es metró, hogy fölöttünk megy el, mert hogy le kell menni a 3-as metró alá, és utána még többet föl kell menni, hogy a 4-es metróhoz érjünk. De ugye ez ilyen fura. De attól még jó. Hello videó! Hello videó! Most éppen itt vagyunk a Corvin negyedbe, és ez egy olyan megálló, amit a Star Wars-nak iklette, a Star Wars iklette a tervezőjét. Melyik rész? Plafon vagy mi? Hát ez egy nagyon jó kérdés, ezt nem tudom, de olyan Star Wars-osra van berakva szerintem. A plafon az talán igen, de mondjuk ez a más megállóban is volt ilyen, na mindegy. 26 méter mélyen vagyunk, és ez még mindig mélyvájású alagút, vagyis jó mélyen vagyunk, úgyhogy ez nagyon, nagyon jó menő megálló szerintem azért. Itt is van ilyen mozgó lift, úgyhogy most ezt kipróbáljuk megint. Hello videó! Igen, ilyen fura beütése van, igen, gyorsabbak vagyunk a mozgó lépcsőnél, bár ez nem látszik. Igen, utol érik a kínaiakat? Nem érik utol a kínaiakat. Őket már nem tudjuk utolérni, mivel hogy ott az utolsó 10 cm az van. Nagyon lassú. Van, most technikai szünetet tartunk. Igen, technikai szünetet, ebédelni fogunk. Mert anya nagyon éhes. Ja, nagyon éhes. Igaz, még csak 11:38 van, de mindegy. Hello videó! Na, gyerünk már. Én 11 voltam. Ó, de jó, köszönjük. Ez nagyon fontos információ. Fontos információ.